himnusz görögül dicséret, magasztalás, költői és egyben liturgikus műfaj, így ima és imaszerű ének is. Fohász valamely istenséghez, magasztalás, magasztalása egy eszmének, egy természeti erőnek, vagy akár az isteni tulajdonságokkal felruházott embernek. Borsos Miklós Egyhurú himnusz című alkotása túlmutat a földi anyagi léten. A harmonikus, letisztult és végletekig redukált forma a létezés eredetére, a termékenységre utal. Rezzenéstelen, mozdulaton alakja időtlen. A bronz plasztika karcsú, megnyúlt ovális formája az élet csíráját, magját juttatja az eszünkbe. A könnyed, felfelé nyúló és szimmetrikus alakzatot egy statikus talapzat tartja, mely lehetővé teszi a forma dinamikus növekedését. Az árt kompozíció belsejéből kitörő húr olyan, mint a bensőnkben megpendülő zene, a lélek húrja vagy a formát szétfeszítő imádság, amely mindig felfelé tör, és a földi létből való kitörés, kiszabadulás kifejezője is lehet.